Hungary has more than 20 historic wine regions. Regions that couldn't be more varied. Travel only a few dozen kilometers and one will find a completely different microclimate, soil or mineral base. The Balaton wine region is renowned for its white wines, such as Fourmint, Olas Riesling and many other local varieties. The wine produced in each vineyard varies greatly according to its relative position to the lake, which keeps the ground warm at night and creates pockets of a sub-Mediterranean climate. Hát Csombogyban nagyon régi hagyománya vannak a bortermelésnek, az egészen biztos. Hát most már lassan, 1000 éve biztosan folyik szőlőművelés ezeken a dombokon. Hát valószínűleg ugye a jó termőhelyi adottságok miatt volt ez ilyen fontos szőlő vagy bortermővidék most már lassan 1000 éve. Van egy régi mondás, ami szerint a nagy borokat nagy vízterületek mellett lehet vagy vízfelületek mellett lehet termelni. Hát itt nekünk ugye van egy nagyon nagy tó a Balaton. Két olyan fehér szőlőfajta van, amivel nekünk dolgoznunk kell. Az egyik az az Olasz Riesling, a másik a Fourmint. Ez a két fajta, amiből megbízhatóan nagy minőséget lehet készíteni. Tehát azért a világon elég kevés olyan száraz fehér bor van, ami hosszan érlelhető. A magyar Olasz Riesling és a magyar Fourmint mind a kettő alkalmas arra, hogy a palackozást követően 4, 5, 6, 8, 10 évesen érje el azt az érési állapotot, amikor a legszebb. Tehát én azt gondolom, hogy Balatonról, amikor azt mondjuk, hogy Olasz Riesling, Rajna Riesling, kéknyelű, akkor van három olyan fajtánk, ami között van egy világfajta, van egy lokális fajta, és van egy abszolút unikum a kéknyelű, ami pedig tényleg csak Balatonban, csak Magyarországon egy rettenetesen érdekes és különleges dolog. A Somló azon kevés vidékek egyike Magyarországon, ahol szinte kizárólag hagyományos magyar szőlőfajtákkal dolgoznak vagy dolgozunk. Ezek közül a négy legfontosabb az a házlevelű, a Fourmint, az Olasz Riesling és a Jufark. És most egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy bárhova elvisszük a borainkat, akár mi, akár más termelők borait, a Jufark mindig az, ami kitűnik. Egy olyan egyedi íz és zamatvilága rendelkezik, amely a világon sehol máshol nem található. Az, hogy a Jufark egy nagyon népszerű fajta tud lenni a világban, az bennünket is meglepett. Hogyha Magyarországról az ember kóstol fehér borokat, akkor akár borértő ember kóstolja, akár nem borértő, a somlói bort általában ki szokták emelni, de valahogy különbözik. A somlói borokban lehet érezni enyhe sósságot. Egyértelműen megérezni a sós és az ásványos ízeket. És megnézzük, akkor itt van körülöttünk a síkság, meg itt kiáll ez a hegy. Hát valami csak van benne. Isten itt felejtett kalapja lehet, nem tudni. Ez talán egy olyan kis kozmosz, ahol ha, akkor csak is nagy léptékben meg szabad gondolkodni, vagy látni. A lényeg inkább azon van, hogy ha egy bor igaz és őszinte, akkor bármilyen szőlőt lehet termeszteni, és bort készíteni belőle.